Salgótarjani kampánynak nincs köze a Fideszhez, ezt állítja Türmer Gyula. A munkáspárt elnökét az ATV.hu érte utol, miután a portál megtudta, hogy a párt szórólapjait a korábbi fideszes alpolgármesterhez szállították. A salgótarjani választás ügyében egyébként megszólalt Kövér László is. A házelnök azt mondta, hogy olyan polgármestert kell választani, aki jó viszonyt ápol a kormánnyal. Kijelentése miatt a szocialisták feljelentik a házelnököt. Munkáspártos óriás molino egy épület falán, plakátok a villanyoszlopokon és szórólapok, így kampányol Salgótarjánban Türmer Gyula. A munkáspárt elnöke polgármester szeretne lenni a városban, ennek azonban a helyiek közül kevesen örülnek. Neki nagyon sok köze a városhoz nincsen, nem érti a város problémáit, tehát én nem gondolom, hogy jó ötlet, hogy indul ezen a polgármester választáson. A Népszabadság szerint Türmer Gyula indulását a helyi Fidesz is támogatja, hogy megossza a baloldali szavazókat. Az ATV.hu-hoz egy fotó is eljutott arról, hogy a munkáspárt frissen nyomtatott szórólapjait a város korábbi fideszes alpolgármesteréhez szállították. Erről egyébként a városban többen is hallottak. Szégyellj le magot! Azért, hogy két kapoltot furcol. Na! Egyszer egy portban van, mostszor másikban. A helyi érintetteket nem értük utol, Türmer Gyulát is csak telefonon, de nem akart nyilatkozni. Azt ugyanakkor tagadta, hogy köze lenne a Fideszhez. Szerinte a helyi szocialisták próbálják lejáratni, mert csökken a szavazótáboruk. Minden vidéknek, tájegységnek. A salgótarjani kampányban időközben megszólalt Kövér László is. A házelnök a városban járt, ahol azt mondta, olyan polgármestert kell választani, aki képes felelősséggel gazdálkodni és megtalálja a partneri viszonyt a kormányzattal. Majd leszögezte, jelenléte is azt üzeni, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség által támogatott polgári kormány ott áll Simon Tibor polgármester jelölt mögött. Dömsödi Gábor Pásztó polgármestere közösségi oldalán fakadt ki a házelnök szavai miatt. Szerinte más országban az ilyen mondatok bűncselekménynek számítanak. Romániában volt ebből ügyészségi eljárás, hogy valaki visszajött a hatalmával. Ez egyébként a hatalommal való vizérkedés, hogyha jól mondom a jogi formulát. A szocialisták időközben bejelentették, hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tesznek Kövér László szavai miatt.